Szián, gratulálok a győzelmetekhez. Nem hibáztunk keveset az első fél időben sem, de te ennek ellenére nem voltál ideges, sőt nyugtattad a lányokat, hogy nem baj, ha bemegy, akkor gól. Milyennek láttad ezt a mai mérkőzést? Úgy láttam, belefértek a hibák bőven. Hát hála Istennek belefértek a hibák. Én úgy gondolom, hogy maximálisan készültünk a mai mérkőzésre. Heti 4 edzésünk van, tehát hétfőn felkészülés volt, kedden taktika, szerdán erőlét, csütörtökön videózás, tehát olyan szinten megpróbáltunk ráhangolni erre a mérkőzésre, minden játékost, kapust kielemezni, hogy hála Istennek 4-ből 4-szer bejött a 11-es átlövőnek a lövése, a vissza fölső, a kapusok ott álltak, tehát ők is tudták fejbe, hogy mi a feladatuk. Én gratulálok a csapatnak, tényleg úgy gondolom, hogy azért egy 11 hetes felkészülés van mögöttünk. Nem kevés munka, és voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyek is, de hála Istennek pont a bajnoki kezdetre minden rendben sikerült. Akkor ez kezdőmérkőzésnek nagyon szép kezdés volt, elmondhatjuk, bár nem volt nehéz dolgotok felkészülni az ellenfélből, hiszen ha jól láttam, egy darab cserejátékossal érkeztek ide Ajkára. Igen, ha jól hallottam, 4 játékosuk távozott a klubtól. Igazából akikre mi készültünk fixen, azok itt voltak, tehát egy ember hiányzott közülük, egy jobb lövő. Én úgy gondolom, hogy felkészülési mérkőzésnek is tökéletes volt, de ha azt veszük, hogy tavaly ez a csapat volt a bajnok csapat, tehát tavaly ők voltak az elsők, ahhoz képest nekünk ez egy nagyon nagy drukkot, dopingot adott szerintem az egész csapatnak, hogy úgy kezdtük ráadásul a bajnokságot, hogy egyből a tavalyi bajnokkal, úgyhogy én úgy gondolom, hogy maximálisan elégedett vagyok a lányokkal. Tavalyi bajnokkal is gyakorlatilag 19 gólos különbséggel, hogyha így hirtelen jól számolom, úgyhogy azért az nem semmi, gyakorlatilag állva maradtak a pályán a tavalyi bajnokok. Hát igen, megmondom őszintén, mi tényleg elég komoly felkészülést indítottunk el. 11 hétben hála Istennek minden belefért, mint ahogy látszott is, sérülésünk se volt, dinamika is volt azért. Én úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. Nem szabad elbízni magunkat, ez most nagyon jó lendületet ad majd a lányoknak, de dolgozunk tovább, tehát muszáj menni előre. Elárulhatjuk a nézőknek, hogy a fő cél az, hogy fölkerüljön a csapat az NB2-be. Igen, nyilván tavaly ugye volt erre is lehetőség, hogy esetleg tavaly már felmenjünk, ugye mi egyértelműen mondtuk, hogy úgy gondoljuk, hogy korai, mindenképp jó lett volna mégis, hála Istennek így is alakult, hogy egy évet még maradhassunk ebbe az osztályba. Igen, most már az a cél, hogy felkerüljünk, így is állunk hozzá, tehát ezek a feladatokat is, tehát úgy dolgozunk az egész csapattal, az egész tímmel, vezetőséggel, hogy az egész csapatnak egy célja van, hogy igen, egy jövőre egy magasabb osztályba tudjunk versenyezni. Ezt akartam mondani, hogy ehhez mértem van a csapat is összeállítva, hiszen neked azért bőven megvolt, gyakorlatilag szinte két csapatot fel tudtál volna állítani a pályára. Mondanál pár gondolatot a csapatodról? Én úgy láttam, hogy vannak benne új arcok is. Igen, két játékost tudtunk igazolni. Egyiket a tavaly előtti csapatomból, Urkutról tudtunk elhozni, egy balkezes kislányt. Ő mai meccsen nem játszott, mert még új sérülése volt, de jövő héten már fix lesz, tehát jövő héten már 100%-osan bevethető. És ugye Hévízről hoztunk egy ballövőt, ugye a horvát Kittit. Ővele sokat tudtunk erősödni, én úgy gondolom, de azt is meg kell mondanom, hogy az összes többi játékos, aki már tavaly vagy akár régebb óta itt van, ők is nagyon sokat hozzá tudnak már tenni, ugyanis elég komolyan foglalkozunk minden egyes játékossal. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen, két játékossal tudtunk bővülni, hárommal szerettünk volna, de én úgy gondolom, hogy ebbe az évben ez a kettő tökéletes. Nem szerettünk volna túllépni a célon, hogy most 4-5 játékost idehozunk. A mai játékot elnézve elmondhatjuk a nézőknek azt is, hogy érdemes lesz kilátogatni a mérkőzéseitekre, nem csak azért, mert csinosak a lányok, hanem mert igazi kézilabdát láthatnak. Nyilván igen, én úgy gondolom, hogy nagyon sokat segít a lányoknak az is, hogyha hát nem egy teltház, de félteltházas szurkoló közönség van. Ez egy nagyon nagy drukkot tud adni. Én nagyon is szeretném, és nyilván biztos mindenkit, hogy aki tud, látogasson ki, mert jó mérkőzéseink lesznek. És ingyenes. És ingyenes, így van. Köszönjük neked, és sok sikert a jövőben. Köszönjük szépen.